Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform. Üdvözlünk mindenkit kriptoverzum ismét, a mikrofonnál Andor Anna, és ma is Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítójával beszélgetek. Szia Attila! Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat! Na hát az elmúlt napok, az elmúlt egy hét kisebb híreiből szemezgetünk ma. Kezdjük az Egyesült Államokkal, érkezett egy, hát egy szokatlan vélemény, a képviselőháznak egy korábbi elnökéről van szó, hogyha jól tudom, és a stablecoinok -ok mellett állt ki gyakorlatilag, pontosabban azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak a dollárhoz kötött stablecoinokat kell kialakítania, hogy a versenyt tudja tartani Kínával. Most ez mit is jelent itt a kriptoberkeken belül? Igen, valóban, tehát Paul Ryanről van szó, akiről eddig nem hallottunk kriptó melletti, de egyébként elleni kijelentéseket sem. És az a helyzet, hogy itt ő valószínűleg nem is a kriptok oldaláról közelítette meg, hanem egyszerűen lát egy jelenséget hogy a stablecoinok -ok most már komoly szerepet kaptak a gazdaságba, a kereskedelemnek egy szemmel látható részét teszik ki, hiszen nagyon egyszerű stablecoinnal kereskedni, mert nem kell semmilyen hozzájárulás, semmilyen intézménytől, hogy határon átnyúló azonnali tranzakciók, ráadásul szinte ingyen, tehát itt most arra gondolok, hogy mondjuk egy dollár alatti költségen át lehet utalni 3 milliárd dollárt a világ másik oldalára, és pillanatokon belül ott van. De amikor dollár alapú stablecoint vásárol valaki, akkor ezt dollárból teszi meg. Tehát fiat valutából teszi meg, és ez a fiat valuta, ez a dollár, ez túlnyomó többségébe jellemzően szinte csak állampapírokban landol. Tehát ez az államhoz kerül ez a pénz, és ahogy növekszik, ez a pénzmennyiség, ez úgy dagad, és hiába lehet bármikor visszaváltani, azért ezzel eléggé úgy tűnik, hogy relatíve közép, és őt talán már hosszú távon is tud számolni az amerikai kincstár, hogy ebből neki használható pénze van, a másik, a másik oldala pedig, hogy erősíti azt, ez önmagában nem oldja meg, de erősíti a dollárhoz való kötődést. Mert általánosságban véve, hát nyilván nem csak, de szinte csak dollár alapú stablecoin -ok forognak a decentralizált világban, viszont a hagyományos centralizált gazdaság is egyre aktívabban használja ezeket. Ez régiónként különbözik, de Kínára ez a növekedés, ez, ez teljesen elképesztő, nem készültem statisztikai adatokkal, de itt ilyen 18-24 havonta duplázódott a A, dollár, alapú? dollár a dollár alapú, alapú. Igen. igen, mert ugye azt tudjuk, hogy Kínának, itt jön a képbe Kína, hogy próbál közben függetlenedni a dollártól. Igen, viszont ez a jelenség, ez lassíthatja ezt a folyamatot. Ami mindenképpen előny az amerikai gazdaság számára, hiszen hiszen ott komoly problémák vannak, és az egy nagyon komoly veszély, hogy a világ az dobja el magától a dollár alapú kereskedelmet, és keresi a más lehetőségeket. De akkor Kínának ez a törekvése végül is akkor a cső végén pozitívan hat az Egyesült Államokra. Hát, Tehát lehet, hogy a, a, fiát valutát, a fiát valutát ugye azt mondta, hogy, hogy egyre kisebb súlyt akar a világ a dollár Lárnak, de ugyanakkor, ha meg, ha meg a stablecoin használja és forog, akkor ez a cső végén jó az Egyesült Államoknak. Igen, de ezt nem a kínai állam szorgalmazza, hanem egyszerűen gazdasági szereplők. Uh -huh. Ebbe a világba tudtak belekapaszkodni, ahol megbízható, jól működő stablecoin egyelőre, ráadásul, ami már bizonyított is, csak dollár alapú van. Másik hír Donald Trumpról ismét, ugye zajlik a kampány az Egyesült Államokban, ősszel választás, és Trump ismét megemlítette az egyik kampánybeszédében a kriptókat. Azt tudtuk, hogy ebben a kampányban Trump egyértelműen a kriptók mellett áll ki, és hát Biden is finomított már a véleményén, de alapvetően Joe Biden arról volt híres, és arról híres, hogy kriptoellenes. Nem tudjuk, hogy, hogy Trumpnak ez kampányfogás, vagy, vagy, vagy tényleg így gondolja, de minden esetre most is ezt erősítette meg, és egyre konkrétabban, ugye, ahogy közeledik az elnökválasztás, egyre több konkrétumot mond, hogy miért is jó ez a kriptovilág. Igen, és tegyük hozzá, hogy valóban nem lehet tudni most sem, hogy ez mennyire csak kampányfogás, de mivel visszavisszatér, és egyre pontosabb célokra hivatkozik, ezért egyre nehezebb lenne neki hogyha elnök lesz, ettől eltávolodnia. Úgyhogy feltételezhetjük, hogy nem is akar, és hát ő ugye a kampányában felerősíti Joe Bidennek a, ugye ő úgy hívja, hogy Joe Bidennek a kriptó elleni háborúja. Viszont kijelentette, hogy mindent meg fognak tenni azért, hogy ott maradjanak, sőt, oda kerüljenek a kriptós vállalkozások, és hogy Florida legyen a kriptok központja. Tehát a kriptok New York -ja a Florida lesz Trump víziójában. Egyébként most mit lehet mondani a nagyvilágból? Hol van a kriptok központja? Inkább Ázsia, ne nem? Nehéz megmondani, inkább Ázsia. Európán belül egyértelműen azt lehet mondani, hogy, hogy Svájc azon belül zug a legerősebb de hát Szingapur, Hongkong nagyon komoly projekteknek és nagyon jó projekteknek ad otthont. Hát Dubájról ezt nem mondható el, rengeteg kriptos projektnek ad otthon Dubaj, tehát az is egy központ, de hát azért nem feltétlenül a legjobb minőségű projektekről van szó. És reálisnak tartod, hogyha tényleg tegyük fel az Egyesült Államok következő elnökének tényleg ez a szándéka, és ezért tesz is, akkor, akkor ezek a központok áthelyeződhetnek tényleg Amerikába, Floridába? Vagy csak egy új központ jön létre, tehát nem, a, Igen, nem Szingapurnak a súlyát fogja elvenni? Igen, erre igaziból nem tudok válaszolni, hogy a most jól működő nagy projektek Szingapúrból vagy bárhonnan Ázsiából átköltöznének, vagy visszaköltöznének az USA-ba. Biztos lesz erre példa, de hogy ez mennyire lesz jellemző, azt nem tudom. Viszont rengeteg új kriptós vállalkozás születik minden nap, és lehet, hogy a két, három, négy évvel későbbi első számú projektek azok még nem is léteznek és hogyha megfelelő környezetet biztosít az USA, akkor hát ezt nagyon könnyen el tudjuk képzelni, hogy a legsikeresebb vállalatok onnan fognak a térképre kerülni. Na de akkor váltsunk kontinens, nézzük Európát. A Deutsche Telekom vezére nyilatkozott a kriptókkal kapcsolatban. Deutsche Telekomról részt vesz végül is a kriptopiacon, nyit a kriptopiac velé, de azért így külön, hogy Deutsche Telekom szerintem még nem beszéltünk mi a kriptoverzumban, hogy hol is helyezkedik el most itt az európai kriptopiac Mit csinál a Deutsche Telekom? Hát a Deutsche Telekom már évek óta nyit a kriptok felé, ráadásul egy nagyon érdekes területen, tehát mondjuk ez hozzáillő az infrastruktúra működtetésben. Nagyon erős például a Lightning Network, tehát a Bitcoin fölött van egy másik réteg, ahol sokkal olcsóbban és gyorsabban lehet használni a Bitcoint. Ezen a rétegen keresztül teljesen alkalmas a mikrotranzakciókra, és hát úgy látjuk, hogy a Deutsche Telekom az nagyon hisz abban, hogy a jövőben ennek jelentős szerepe lesz. Ezt ma nem lehet elmondani a bitcoinról, hogy a mikrotranzakciókba és a hétköznapi fizetési megoldásoknál komoly szerepe lenne a bitcoinra, viszont a Deutsche Telekom erre épít, ezeket az infrastruktúrákat már most is működteti, de hát ezt további szintekre akarja emelni, tulajdonképpen erről nyilatkozott az egyik vezére, ráadásul ők azt is kifejezték, hogy szeretnének egy fotoszintézisbe részt venni, hát ez alatt én azt értettem, hogy, hogy szeretnék a kriptó és a hagyományos fizetési rendszereket összekötni, amire viszont nagyon nagy az igény. Hát akkor van minden irányból végül is mozgolódás a piacon. Van még egy kis időnk, nézzük meg az árfolyamokkal kapcsolatos megjegyzéseket. A Bloombergnek találtam egy elemzését, Hát túlzok, hogyha azt mondanám, hogy a Bloomberg ismét temeti a bitcoint és temeti a kriptókat, de itt a, a kriptotél végén és a kriptonyár elején vagy közepén vagyunk, most nem is tudom. Mindeközben a Bloomberg azt írja, hogy nagyon rosszul teljesítenek a kriptók, hogy, hogy vége a bumnak, és az elmúlt Múlt hónapokban nem úgy hozták a hozamokat a kriptók, mint ahogy azt azt kellett volna megvárták. Uh -huh. Hát az a helyzet, hogy ugye a elmúlt negyed év, előtti negyed év az rendkívül erős volt. Három-négy hónap alatt egy duplázást tapasztalhattunk. Ebbe a következő negyed évben, tehát ami pont most van mögöttünk, ebbe volt egy korrekció. Ez minden pénzpiacnak a természetes felejárója. Egyébként, ha megnézzük a bitcoin történelmét, akkor igen, igen, igen gyakran ki lehet venni olyan három hónapos időszakokat, amikor negatívba ment, és ugye itt a Bloomberg arra hivatkozik, hogy a különböző kötvényeknek a teljesítményét is alulmúlt, tehát a kötvények nagyon ritkán mennek negatívba de hogyha ezeket az időszakokat megnézzük, akkor mindegyikről el lehet mondani, hogy a bitcoin negatívba ment, ehhez képest viszont 2010 tavasza óta 4 dollár centről, most 65-70 ezer dolláron áll az árfolyama, akkor hasonlítsuk össze ebbe az időszakba a kötvényekkel, egyébként ugyanolyan butaság lenne, mint ebben a három hónapban összehasonlítani. Én azt gondolom, hogy ez egy komoly talancik, nem beszélve arról, hogy egyébként a hónap első hetében majdnem annyi pénzáramlott a Bitcoin ETF-ekben, mint egész májusban. Úgyhogy ilyen időszakok vannak, és ezekből ilyen jellegű következtetéseket nem szabad lemondni. Csak a szokásos hullámzásról beszélhetünk akkor. Hát egyelőre nagyon úgy néz ki. <laughs> Viszont ennyi fért bele mára. Köszönöm Attila, hogy itt voltál. Vidákovics Attilával, a Mozaika Alfa kriptokereskedési platform alapítójával beszélgettem. Köszönöm Attila, szia! Köszönöm szépen, sziasztok! Andor Tóth Anna volt a mikrofonnál, hallgassanak minket YouTube-on és Spotify-on. Két nap múlva jövünk vissza a legfrissebbekkel. Köszönjük a figyelmet! Kriptoverzum. Minden kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. A Mozaik Alfa kriptokereskedési platform együttműködésével. Tartson velünk legközelebb is!